bemegyünk és ne szóljunk hozzá. De tényleg, ez... de kibírjátok? Persze. De miért nem szólnál? Ne, 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 ez jó, ez jó, ez vicces. De ne ez vicces, csak ki kell bírni. Ki fogja hamarabb nem kibírni. Hát azért a vödör szarra, hogy a játékban. De ezt meg tudjátok csinálni? Hát én meg se szólalmat akarod. Én reggelig kérlek egyedül. Jó, akkor ne szóljunk hozzá. Ne szóljunk hozzá. Csak nézzük rá. Ne is köszönjetek semmit. Semmi. Mosolyogni, nevetni se kéne. Na végre! Mi volt? Órát állítás? Mi volt? Órája itt állítás. A kaja kihűlt, a saláta megmelegedett, a kús meg beköptel egy légy. Mi van? Mit hibáztam? Hát akkor megjöttek a tesók itt tök csöndbe, akkor átgondoltam, mi történt tegnap este. Na, úristen, ekkora gáz van, hogy fogom ezt jóvá tenni. Hát kicsit lefagytam. Mi volt tegnap? Arra gondoltam, hogy ha úgy megyünk be a fecsóhoz, hogy csöndben vagyunk és nem szólunk hozzá, akkor hirtelen úgy meglepődik, hogy na most mi történik, és kizökkentjük a kis komfortzónájából. Ú, de jó sztékek vannak, fecsó! Nem az fecsó. Eddig bírtad! Szia! Jézusom, mi azt, amivel itt a konyhában? Egy kis bűnti a tegnap este miatt, Adri mellett így álltunk ki. De komoly, de jó. Azóta hánykor aludtam? A Gabó volt az első, aki megszólalt. Hála jó égnek.